Valós felügyeletre van szükség Sárospatakon, véli a Jobbik helyi alapszervezete. Képviselőként felülvizsgáltatnák a városi szerződéseket. A Jobbik Magyarországért mozgalom Sárospataki szervezetének vezetősége, illetve képviselőjelöltjei teljesen egyetértenek abban, hogy az elmúlt 4 év, pontosabban az elmúlt 20 év szerződéseit, legalábbis a nagyobb volumenű szerződéseket felül kell vizsgálni, meg kell vizsgálni, meg kell keresni azokat a pontokat, amelyek a lakosság szempontjából kedvezőek, illetve kedvezőtlenek. A Jobbik tapasztalatai szerint nem működnek rendben a városi közszolgáltatások. Ezt egy az elmúlt napokban történt 1-es és 4-es választókörzetet érintő áramkimaradásra alapozva jelentették ki. Teljes áramszünet volt a közvilágítást tekintve, magyarul balkáni sötétség borult gyakorlatilag a félvárosra, és ez egész éjszaka tartott. Én, mint törvénytisztelő állampolgár, azonnal felkerestem a sárospatak.hu honlapot, ahol megnéztem az RFV hiba bejelentési számát, hiszen az RFV most az üzemeltetője a közvilágításnak. Felhívtam, 2 szám található ott, mind a 2 szám kicsöngött, egyiket sem vették fel. A képviselőjelölt szerint a tájékoztatásban is hiba van. A honlapon megtalálható az az információ, hogy a hiba esetén az EMA-t kell hívnia a fogyasztónak, illetve a lakosnak. Én ezek után fölhívtam az EMA-t, ahol közölték velem, hogy az EMA nem illetékes ebben a kérdésben, hiszen a közvilágítás Sárospatakon az önkormányzati cég, az RFV üzemelteti. Tehát itt a kör bezárult, én, mint törvénytisztelő sárospataki állampolgár, semmit nem tudtam tenni annak érdekében, hogy ne legyen balkáni sötétség. A jobbikos képviselőjelölt azt mondta, a városvezetés a távfűtés sem tette olcsóbbá, csak a társaságot alakította át. Időközben átfestették a cégtáblát, ma már nem RFV-nek hívják ezt a céget, hanem Patakhőnek. Ugyanaz a cég, ugyanazokkal az emberekkel, csak egy másik cégtáblával, és ugyanúgy, ugyanolyan stílusban, ugyanolyan gyengén végzi a munkáját, mint eddig. A Jobbik Sárospataki sajtótájékoztatóján elhangzott, amennyiben jelöltjeik képviselők lesznek, minden közszolgáltatási szerződést felülvizsgáltatnak.